Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma című hírműsorunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Adózás. A 2023-ra vonatkozó bevallások tervezetét idén is elkészíti a NAV. Képviselőtestületi ülés. A behajtási engedélyek körének bővítése is szerepelt a napi rendek között. Hidegterápia. Szakértők segítségével ismerkedhetünk a hideg víz hatásaival és a jegesmerülés örömével. Már elérhetőek a friss SZIA bevallási információk elektronikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján. A 2023-ra vonatkozó bevallások tervezetét idén is elkészíti a NAV, de az új funkciókkal kibővített 23 SZIA bevallás webes kitöltőprogramhoz is már hozzáférhetnek azok, akik ennek ellenére maguk szeretnék elkészíteni a dokumentumot. Az SZIA bevallási és befizetési határidő valamennyi adózó számára 2024. május 21-e. Az adóbevallás benyújtása a legegyszerűbb a NAV SZIA bevallási tervezetével. Nem csak magánszemélyeknek, de egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is kínál tervezetet a NAV, amit esetükben beküldés előtt ki kell egészíteni a tavaly szerzett jövedelmek adataival. KÜ azonosítóval március 15-től bárki hozzáférhet saját bevallási tervezetéhez az e-SZIA oldalon. Elérhető a friss SZIA bevallásokról az információ már a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, hogy ezt az elmúlt években már mindenki megszokhatta, a NAV mindenkinek csinál bevallás tervezetet. Ez idén is így lesz, viszont egy picit finomítottunk a rendszeren, próbáltuk felhasználóbarátabbá tenni. Azok az adónemek, amik például mondjuk a 25 év alatti a kedvezménye csak azt veheti igénybe, aki 25 év alatt fiatalabb, a kereső szavakat egy picit finomítottuk, tehát most már nem csak a hivatalos, hanem a bármilyen keresőszóra oda fog ugrani. Egyszerűsödött a bevallás kitöltése azoknak is, akik ingatlan eladásából szereztek jövedelmet 2023-ban. A programba beépített új mezők automatikusan kiszámítják a jövedelem és az adó összegét. Könnyebb lett a dolguk azoknak, akik ingatlan eladásból, illetve bérbeadásból szereznek jövedelmet, ez is egy külön fület kapott, és nem utolsó sorban ha segítségre szorul, akkor a program automatikusan fogja jelezni, hogy hol rontotta el, esetleg hova érdemes visszatérni. Az SZIA bevallási határidő egységesen május 21-e. Érdemes azonban a január 31-i időpontot is megjegyezni. A munkáltatóknak ugyanis eddig kellett eljutatnia az adózók számára a tavalyi jövedelmükről szóló igazolást. A legfontosabb a határidő, mert ezt kell hangsúlyozni, hogy idén 2024. május 21 az egységes SZIA bevallási határidő, illetve eddig az időpontig tudunk rendelkezni adónk egy plusz 1%-áról is. De az első időpont, amit érdemes felvésni a naptárunkba, az a január 31. Munkáltatók és a kifizetők eddig kell, hogy átadják a tavalyi jövedelmünkről szóló igazolást, ugye ez alapján tudjuk megcsinálni saját magunknak is a bevallást, illetve ellenőrizni a NAV-os bevallás tervezetet. Akiknek nincs KÜ azonosítójuk, március 16-áig többféle módon is kérhetik SZIA tervezetük postázását. Ha valaki sem a NAV tervezetét, sem a webes kitöltést nem akarja segítségül hívni, a bevallási kötelezettség az általános nyomtatvány kitöltő program használatával, vagy papíron kitöltött 23 SZIA bevallás benyújtásával is teljesíthető. A papíralapú kitöltéshez az üres bevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató a NAV honlapján vagy ügyfélszolgálatain elérhető. Állami támogatás segíti az elektromos autók elterjedését Magyarországon. A Jövő Mobilitás Szövetség számítása szerint a vissza nem térítendő támogatással azok a vállalkozások is vehetnek ilyen gépjárművet, amelyek eddig a magas vételár miatt halogatták a vásárlást, olvasható az MT-n. A szövetség közleménye emlékeztet,
Az elektromobilitás fellendítése érdekében 60 milliárd forintos Európai Uniós programot indít az állam, amellyel a töltőhálózat fejlesztése mellett vissza nem térítendő támogatást adnak vállalkozások számára elektromos járművek beszerzésére. A pályázatra február 5-től lehet jelentkezni. Rendeletmódosításokról is döntöttek a képviselők az idei első rendes képviselőtestületi ülésen, amit szerda délután tartottak a Városházán. Nemzetiségekkel kötött közigazgatási szerződésmódosítás, behajtási engedélyek körének bővítése is szerepelt a napi rendek között. A tanácskozás 10 fővel határozatképes volt. 9 nyílt és 1 zárt napirendről döntött a testület január utolsó napján, amikor a grémium előre vette a lemfonó gyárkármentesítéséről szóló beszámoló elfogadását. Az ülés az előre megszavazott napirendek szerint folytatódott. Módosította a testület a helyi önkormányzat természetvédelméről szóló rendeletét, ami a közterületen elhelyezett hulladék elszállításáról szól. Javaslat a helyi önkormányzat és természetvédelemről szóló rendelet módosítására. Jogszabályok változások miatt a rendeletünket módosítani szükséges. Az állami feladat átvállalásra tekintettel, így a hulladék gazdálkodási közszolgáltatásról szóló részeit hatályon kívül kell helyezni, és a közterületen elhagyott hulladék felszámolásához kapcsolódó intézkedések körével is szükséges kiegészíteni. A rendelet kimondja, hogy amennyiben az elhagyott hulladék állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon található, a felderítő a hulladékról szóló törvény rendelkezésének megfelelően jár el. A felderítő az elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről nyilvántartást vezet és az engedély nélküli hulladék elhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrzi. A módosítást 10 igennel megszavazták a képviselők. A testület a védett utakra történő behajtási engedélyek bővítéséről is döntött. Javaslat a védett utakra történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Javaslom, hogy a behajtási engedélyre jogosultak személyi körül kerüljön kibővítésre maximum 10 kiaktható engedéllyel, amelyet a budakalászi székhelyű Horgász Egyesület tagjai kizárólag horgászat céljából személyenként és névre szólóan a horgász engedélyük éves érvényességének idejére kaphatnak, így behajtási engedélyre sorompó hozzáférésre válhatnak jogosultá a Dunaparti védettövezetben. A behajtási engedélyek kibővítéséről szóló rendeletet 9 igen 1 tartózkodás mellett a grémium elfogadta. A továbbiakban egy rendeletmódosításról döntöttek a képviselők. Felül kellett vizsgálni az önkormányzatoknak a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződéseket. Javaslat Budakalász város önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálatára. A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint a helyi önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatnak közigazgatási szerződést kell kötnie a helyiség használatról, a működés feltételeiről, a feladatok ellátásáról. A két nemzetiségi önkormányzat a közigazgatási szerződést felülvizsgálta, azon változtatni nem kívánta. Az előterjesztést a Társadalmi Szolidaritás és Humánügyek Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni? Senki nem kíván. A rendelet módosítást 10 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta. A további napi rendekkel kapcsolatos döntésekről hétfői hírmagazinunkban számolunk be. Internetes csalók küldtek fizetési felszólítást tartalmazó e-maileket az elmúlt hetekben az EON nevében. Hívják fel a figyelmet Budakalászváros hivatalos honlapján. Még az önkormányzat munkatársainak hivatalos fiókjaiban is megjelentek a csalók elektronikus levelei.
Dr. Deák Ferenc jegyző a Szentendrei rendőrkapitánysághoz fordult az eset miatt. Az egyik legnépszerűbb vírusírtó cég becslése szerint a magyar lakosságtól 10 milliárd forintot loptak el az internetes csalók a tavalyi évben. A szakemberek a következőket javasolják. Sose mentsük el a jelszavainkat, személyes adatainkat online felületeken. Érdemes gyanakodni, ha bármilyen furcsaságot látunk az oldal nevében, és semmiképpen ne adjunk meg semmilyen adatot rajta. Közösségi oldalakon gyakori csalás, hogy egy ismerősünk feltört fiókján keresztül üzenetben linkeket kapunk, amit megnyitva csalás áldozatai lehetünk. Legyünk résen, mert a csalók mindig új módszereket találnak ki, így a fenti tanácsok betartásán túl is legyünk nagyon óvatosak. Rendszeresen megmártóznak a Lupató jeges vízében a Nemzetközi Hidegvíztörzs Egyesület tagjai. A közösséghez tartozók gyakorló szakértők segítségével ismerkedhetnek meg a hidegvíz áldásos hatásaival és a merülés örömével. Cettel egy győző hideg adaptációs program szervező a csoport életéről és a tavalyi év sikereiről számolt be. A reggeli csípős hideg és a fagypont körüli hőmérséklet sem riasztja el a hidegvíz szerelmeseit, akik csütörtökönként a Lupatónál készülnek a téli Balaton átúszásra. A hidegvizezés egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Cettele Győző, a hazai jeges úszások és merülések szakértője szívesen osztja meg tudását és tapasztalatait azokkal, akik szeretnének megismerkedni ezzel a nem mindennapi hobbival. Elképesztően jó volt a 2023-as év, így hogy több fesztiválra is kijutottunk, Everness, a Járatlandokon Fesztivál egyre nagyobb, szélesebb körben, népszerűsítettük a hidegvizet, meg a hidegvíz törzsöt, mint egyesület, mint közösség, egyre többen megismerték, körülbelül egy év alatt 40%-kal bővült a törzs, a alkalmankon is egyre többen vagyunk kint, vasárnaponként akkor vannak ezek az official rendezvények, illetve persze hétközben is vannak egyéb programok. Nem csak hobbi, hanem életmód is a hidegvizezés. A hidegterápia egészségmegőrző hatása mellett a mentális fókuszt és a lelki állapotot is javítja. A jeges vízben úszás közben rengeteg kalóriát is elégethetünk. Akik hetente egyszer jönnek a hideg vízben, de ők is már, nekik is ajánljuk a hideg zuhanyt, tehát a mindennapos hideg zuhanyt legalább egy percig megegyük magunkra, azok is már érezhetik nagyon sok jótékony hatását, például, hogy sokkal jobban alszanak, jobb minőségű az alvásuk, előbb el tudnak aludni, alacsonyabb a stressz szintük, a vérkeringés serkentődik, tehát akinek mondjuk például van magasabb vérnyomás, vagy alacsonyabb, az normalizálódik, húzószám is normalizálódik, energikusabb lesz az ember, főleg, hogyha a reggel kezdi a szemerülést, a mi programjaink is általában délőtt reggel vannak. Győző szerint nagyon fontos követni a fokozatosság elvét. Heti 3-4 perc kezdetben bőven elég, és ajánlott közösségben szakértő jelenlétében merülni. A tapasztaltabbak számára már igazi kihívás lehet a téli Balaton átúszás, ami több hónapos komoly felkészülést igényel. Az 1250 méteres távot Győző idén harmadik alkalommal fogja teljesíteni az 5 fokos vízben. Hát akik többet vannak a vízben, tehát már akár negyed óra vagy a fölött merülnek vagy úsznak, azoknak a hideg adaptációjuk jelentősen nő, ami azt jelenti, hogy hideg érzet csökkent, tehát sokkal alacsonyabb hőfokon már kellemesen, komfortosan érezzük magunkat, úgyhogy így nem ritkán van az, hogy úgy megyek ki az utcára, hogy egy szál pólóba vagy akár övégatyába. A hidegvíztörzs rendezvényei mindig jó hangulatban telnek. A különböző ünnepeken alkalomhoz illő szerelésben csobbannak a jeges vízbe. Például szilveszterkor Lupatavon csobbantunk, akkor beöltöztünk, meg vittünk ilyen szilveszteri kellékeket is, gyerekpezsgővel kocintottunk, fontos, hogy alkoholt természetesen hidegvizezés közben nem fogyasztunk. Új évkor Balaton akaratján köszöntöttük az új évet, letettük a fogadalmainkat, és új erőt merítettünk a hideg víz révén. Mikuláskor, Mikulássapkában, karácsonykor, ott volt most karácsonyi ajándék is, meg betlemi zenékkel mentünk be a vízbe, úgyhogy mindig a alkalomhoz illően megemlékezünk, például nyilván húsvétkor lesz locsolás is. Budakalászon a Lupatóban szoktak csobbanni a törzs tagjai. A programokon az újaknak is részletesen elmondják a legfontosabb tudnivalókat. A csoport tagjai légzőgyakorlatokat végeznek, és bemelegítés után megmártóznak a fagypont körüli vízben. A következő csobbanás most lesz vasárnap, február 4-én a Lupatavon, lesz még március 10-én, meg 31-én is, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. A maga program ingyenes, egyedül talán 1000 forintos belépődíj van aznap a Lupán, akinek van tagsági, annak az is ingyenes.
A hidegvizes programokhoz bárki csatlakozhat, aki szeretné megtapasztalni a hideg szabadságát. Az aktuális rendezvényekről a Nemzetközi Hidegvíz Törzs Egyesület, valamint a Hidegterápia Facebook oldalakon lehet tájékozódni. Végül a várható időjárásról. Szombaton változóan erősen felhős időben lesz részünk, de naposabb tájakkal is találkozhatunk. Északkeleten reggel kisebb havas eső, délután pedig átmenetileg gyenge eső, zápor előfordulhat. Sokfelé élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Reggel -4 és +4, napközben pedig 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is gyakran takarhatják felhők a napot. A szombatihoz hasonló időjárásra számíthatunk. Enyhébb lesz a reggel, délutánra pedig 10 és 15 fok közé melegszik a levegő. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Idén is elkészíti a NAV az adóbevallások tervezetét, ami valamennyi adózó számára hozzáférhető elektronikusan is. Rendeletmódosításokról is döntöttek a képviselők az idei első rendes képviselőtestületi ülésen a Városházán. A Nemzetközi Hidegvíztörzs közösség életéről és a tavalyi év sikereiről számolt be Cettele Győző programszervező. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász Ma. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazinműsorunk, melyben Vértes György rockfotós tárlatára látogatunk el majd a faluházba, majd ezután a Szent Korona délután előadások évindító eseményének összefoglalója következik. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon is, a www.szentendre.media.hu/tvbudakalászon. Megtalálhatók vagyunk közösségi oldalakon is, látogassanak el oda is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesülhessenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!